Teáter Fesztivál záró előadásáról fogunk beszélgetni. Záró előadás, tehát gyakorlatilag a fesztivál utolsó programja, ám általában az utolsó programok maradnak meg a nézőkben, talán leginkább, illetve az utolsó mondatok. Mennyire lesz ez a fesztivál utolsó mondata, ez az előadás? Ezt nem tudom megválaszolni, hogy mennyire lesz utolsó mondata. A Metanoia Artopédia, a Diotima Szokratész bírái előtt című előadását mutatja be augusztus 10-én este 9 órakor a zsinagógában, mint záró előadás. Én úgy gondolom, hogy az a problémakör, amit ez az előadás felmutathat, az bizonyára megmarad a szemlélőiben. Miért pont Szokratész védőbeszéde? Eléggé konvencionális válasz, de örökérvényű Szokratész védőbeszéde. Nagyon sokszor ő is utal, legalábbis a Platón által megörökített védőbeszéde alapján arra, hogy ez már sok jó embervesztét okozta, a tömeg rágalma és rossz indulata is fogja a jövőben is. Ugye a bizonyos értelmezések alapján Szokratészt Krisztus előképének is tartják. Tehát ha úgy tetszik, egy archaikus figuráról van szó, aki örökérvényű. Mi lesz az előadás különlegesség? Azért nem először láthatja a közönség ezt az előadást, azért sokféleképpen láthatták meg, sokféle megfogalmazásban. Ez az előadás mennyiben másabb a többihez képest? Hát a legnagyobb különbség szerintem a Szokratész védőbeszéde című előadások között, ami a Metanoia Artopédiát illeti, az az, hogy egy nő fogja alakítani Szokratészt. A rendező koncepciója az, de erről lehet, hogy ő kellene, hogy beszéljen, hogy Diotima Szokratész bírái előtt, ugye Diotimát Szokratész a lakomában említi, mint a bölcsességének a forrása, vagy tudásának forrása. És ebből a szempontból próbáljuk megközelíteni Szokratészt. Ugyanakkor Magyaródi Emese, az apológia fordítója, azt emelte ki, amikor nekem adott pár jó tanácsot, hogy közelítsen meg Szokratészt, hogy talán nem kellene, a férfiak hajlamosak arra, hogy egy macsó Szokratészt vigyenek színpadra, akik így megeresztik a hangjukat és megmondják a tutit, hogy talán inkább az aggodalmas Szokratész felé kellene elvinni ezt az alakot, és megpróbálni egyfajta anyai aggodalommal előadni ezt a védőbeszédet. Nézzük a rendezőt, mit mond erről? Hát én annyit fűznék hozzá, hogy ahogy elmondta Andrea, a Diotima alakját Platón Szokratész tudásának forrásaként jelöli meg, említi, és ezen kívül viszont ugye a lakomában elhangzik még az is, hogy a lélekben fogantatás az tulajdonképpen mihez is vezet. És nekem ugye a legnagyobb trauma vagy katasztrófa a történet folyamán az, hogy a lélekben fogantatás és a testben fogantatás ezt szembeállítják, illetve az egyiket a másik javára magasabb rendűnek tekintik, ami hát ugye nem elfogadható, hiszen a test közvetíti a lélek mondandóját is, rezüléseit is, tehát ez nem egységben van, úgyhogy ez nem működik, és teológiai vonalon is ez egy szörnyű értelmezési lehetőség. Na most, ami itt még számon nagyon fontos volt, Hamvas Bélának van egy gondolata, amelyik számomra a meditációs objektumként működik napról napra, amely úgy hangzik, hogy az emberi szív saját képétől megtermékenyítve már több ezer éve várandós önmagával, önmagát akarja megszülni irtozatos kínok között és megrendítő álhatatossággal. Na most ez a vajudási folyamat, ha úgy tetszik, ebben az előadásban nem több ezer évet fog át, de vizuális jelek segítségével meg fog jelenni egy olyan történelmi archív, történelmi montázs,
amely egy egészen különleges dialógust folytat ezzel a bizonyos védőbeszéddel. Mikor lesz látható az előadás, mondjuk a teáter után adott esetben? Hát amikor lehetőségünk adódik rá, talán itt még a régi zsinagógában is, és hát... Úgy tervezzük, hogy ugye múlt évben furcsa módon nem is játszottunk Magyarországon, ha jól emlékszem, és ezt épp Balogh Józsi említette most az előbb, hogy voltunk Fehér Oroszországban, Lengyelországban, Szerbiában, nem is tudom, Csehországban, tehát hogy tulajdonképpen turnéztunk Európában, és most jó ismét itthon lenni, a bemutatóra koncentrálni, és majd meglátjuk, hogy hát ezt tervezzük a jövőben is, hogy sokáig játszunk egy előadást, és minél több helyen. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük.